Július 1-től eltűnnek többek között a műanyag szívószálak. Tilos lesz forgalomba hozni egyes, egyszer használatos műanyagokat július 1-től. A kormány legújabb döntése szerint bizonyos műanyag evőeszközöket, tányérokat, tálakat, dobozokat beszüntetnek, vagy ezeknek a gyártását hamarosan beszüntetik. Ami a mi vendéglátó egységeinket érinti, tájékozódtunk a napokban. Bizonyos eszközöket érint, csak az műanyag evőeszközöket, illetve szívószálakat fogja előre láthatólag érinteni. Az elmúlt néhány évben mi már a környezettudatosságra törekedtünk, és nagyrészt a műanyag dobozokat, nagyrészt papír dobozokra cseréltük, illetve 100%-ban újra hasznosítható elviteles dobozokat használunk. Amiben jelenleg a menüt mi kínáljuk a vendégeknek, ezeket az elviteles dobozokat nem érinti, ezek 100%-ban újra hasznosítható dobozok, így ezek meg fognak maradni július után is. Ami bennünket érinteni fog, az a szívószál, elsősorban amit az étteremben használunk, helyette valószínűleg papír szívószál lesz, mi is erre fogunk áttérni, illetve az elviteles ételekhez, aki kér evőeszközt, az evőeszközöket fogja érinteni, helyette fa evőeszközöket fogunk majd adni. A kormány elkötelezett a klímavédelem mellett, ezért kiemelt célja, hogy minél gyorsabban átállhasson a körforgásos gazdaságra, és e célok mentén hirdette meg 2020. februárban a klíma- és természetvédelmi akciótervet konkrét intézkedésekkel. Az egyik intézkedéscsomag vonatkozik az egyszer használatos műanyag termékek forgalmazásának megtiltására. A fenntarthatósági elvek érvényesítése érdekében júliustól tilos lesz a műanyag fültisztítópálcika, evőeszköz, így a villakés, a kanál és az evőpálcika, a tányér, szívószál, italkeverőpálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet és az expandált polisztirolból készült ételtároló edény és italtartó poharak forgalmazása.